Egész egyszerűen, ha szeretnénk elérni azt a célt, hogy megduplázzuk a vasúton utazók számát, akkor sokkal több vonatnak kell bejönnie az agglomerációból Budapestre. A fejpályaudvaraink ezt nem tudják fogadni, nincs elég kapacitásuk, fordítani, nincs ott elég hely, kell. fordítani kell, ez nem hatékony. Rengeteget kell állni egy vonatnak, mire a vonatvezető átmegy a másik végére, fölkészül, kivárja az idejét és elindul. Tehát sokkal hatékonyabb, ha átmenős rendszerben működik a vasút. Ennek nem is a vasúti alagút az első lépése. Az első lépés a déli körvasút. Nem beszélünk róla eleget szerintem ahhoz képest, hogy ez mekkora beruházás. Ez összességében egy több mint 400 milliárd forintos beruházás a déli körvasút, ami ugye arról szól, hogy a meglévő kettő vágányos vasútvonalat, ami végigvezet Budapesten, ami ugye a 19. század második felében épült. Tehát Baros Gábornak ez az életművének az egyik legfontosabb eleme a körvasút, ami összeköti nem csak Budát Pesttel, de Kelet-Magyarországot Nyugat-Magyarországgal, ami lényegében lehetővé tette, hogy a MÁV átérjen a, a, az osztrák vasúti világba, és átérjen a Dunántúra. Tehát, hogy a körvasutat, ami azóta ugye sokszor lebombázták azt a hidat, újjáépült, nagy története van ennek, már a kinőtte a kapacitását, az a kettő helyett három és négy legyen, három a legszűkebb szakaszokon négy, ahol egy kicsit több hely van. Ugye itt ott tartunk már, hogy a harmadik eh, híd az már megépült, azt nemrég forgalomba helyezte a MÁV. A meglévő két hídnak a cseréje zajlik, és rövidesen elindul az építkezés a csatlakozó budapesti szakaszokon is. Részben Kelemföldtől a Dunapartig, részben a Dunaparttól egészen az Üllői útig. Három helyen új vasútállomás épülne, az egyik eh, a az infoparknál, ott, ahol az előbb megbeszélt villamosnak is a végállomása lesz, csatlakozva az infoparkhoz, az új irodaházakhoz, lakóterületekhez, egyetemvároshoz, Nádorkert néven, a közvágóhídnál, ahol a művészetek palotája mellett az előbb megbeszélt hévonalhoz csatlakozna, tehát rendszerbe gondolkodunk, és a népligetnél, ahol a hármas metróhoz csatlakozna. A közvágóhídnál úgy épül ki az állomás, hogy távolsági vonatot is tudjon fogadni, így a 19. század vége óta először épül új távolsági pályaudvar Budapesten. A közvágóhídnál, itt tehát mondjuk a Bécsből jövő railjet, vagy a szombathelyről jövő jövő Intercity, Keremföld után meg tud majd állni, csatlakozik a Hévekhez, meg az 1-es, 2-es villamoshoz, a Vágóhídnál, és utána úgy tud tovább menni mondjuk Debrecenbe, vagy Szegedre, hogy nem kell bemennie a keleti pályaudvarra. És mégis csatlakozott a budapesti közlekedési hálózathoz. Ez a beruházás, ez szó szerint sinen van. Itt a kivitelezési tendert már kiírta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, rövidesen elkezdjük, a, a híd már épül, Uh, és a következő 5-6 évnek ez lesz a legnagyobb budapesti beruházása a vasúton. és ha a vasút, most kifejezetten a MÁV életébe visszatekintünk, Budapesten belül ez az elmúlt 30 év legnagyobb vasúti beruházása, sőt, még lehet, hogy 50 év is igaz lenne. Ha uh, jobban vele gondolok, és a déli pályaudvar megépítése volt az ekkora utolsó uh, nagy, nagy, beruházás, de az, az sem volt ekkora egyébként. De mi lesz a déli és akkor itt jövünk el oda, hogyha ez a körvasút megépült, ez körülbelül 2027-re fog elkészülni teljesen ez a déli körvasút, ha be tud indulni a mostani ütemezés szerint a kivitelezés. Sokan megkérdezhetik maguk, hogy miért tart ennyi ideig. Azért, mert ez az egyetlen átkelés a Dunán személy és teherforgalom számára, három transzeurópai koridor számára. Tehát a Északról délről, nyugatról érkező vasúti forgalom itt keresztezi a Dunát, és az Ukrajnától, Spanyolországig tartó, vagy a Hamburgi kikötőtől, Romániáig vezető transeurópai koridorok itt keresztezik a Dunát. Ez azt jelenti, hogy itt két vágányon mindig mennie kell a forgalomnak. Tehát úgy kell megépítenünk egy harmadik és negyedik vágányt, és kicserélni a meglévő kettőt, hogy folyamatosan pazlizni kell, hogy mindig működjön két vágány. Tehát mondjuk egy Bartok Béla híd, az sokan ismerik a Bartok Karolina a tétényi sarkon, az ki kell cserélni a mai kétvágányos hidat négyvágányosra, de úgy, hogy közben meg kell építeni egy újat, arra áttenni a két vágányra a forgalmat, megépíteni egy másik újat, de nem tud, és közben még aznak a hitet is mozgatni kell, mert közben a vágányok is épülnek folyamatosan majd körülötte. Tehát az elmúlt évtizedek egyik legbonyolultabb, sőt talán legbonyolultabb vasúti beruházása kezdődik itt Budapesten, ami összeköti egymással nem csak Budapest különböző részeit és az agglomeráció különböző részeit, de lényegében Kelet és Nyugat-Európa között a legfontosabb vasúti kapcsolatot teremti meg. Nem véletlen, hogy az Európai Unió teljes egészében finanszírozza szírozni fogja ezt a beruházást.